A COVID-járvány kutyafüle volt ahhoz képest, ami ránk vár, avagy a táplálék, mint biofegyver. A következő 6 perces videóban, amit én fordítottam és hangalámondással magyarítottam, egy riport részlet található dr. Schöning nevű szakértővel, aki előre megjósolta a COVID-járványt is, és most valami még borzalmasabbat jósol. Ön 2018. decemberében, tehát pontosan 5 évvel ezelőtt, megjövendölt egy megrendezett koronapandémiát 2020-ra. És 5 évvel később meg kell állapítanunk, hogy az összes jövendőlése beteljesült. És most 5 évvel később azt állítja, hogy egy újabb bűncselekmény tervezése folyik. Mégpedig egy hasonló vagy még nagyobb bűncselekményé. Igen, ez mind igaz. Most mi fog következni? Ami most jön, aminek a tervezése most folyik, az valami hasonló lesz, mint amit a koronajárvány alatt átéltünk. Csak akkor vírusról volt szó, amit most előkészítenek, ez baktérium lesz. És ez egy legalább akkora bűncselekmény tervezete, mint az, amit a koronával átéltünk. És most nagy az esélyünk, hogy jobban felkészüljünk erre, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki tervezi, és hogyan lesz ez lebonyolítva. És arra is, hogy sokkal ügyesebben tudjuk ezeket az információkat nyomtatott formában és az interneten terjeszteni. Ezt abszolút komolyan kell venni, hiszen pontosan 5 évvel ezelőtt, 2018. decemberében nyilvánosan figyelmeztettem mindenkit, hogy mi fog következni 2020-ban. Megneveztem mind azokat a személyeket, akik ezt tervezik, és azokat a gyárakat, akik ezt gyártani fogják. És most azt látjuk, hogy ugyanolyan felkészülés, vagy talán nevezhetem felfegyverkezésnek történik, mint akkor. Ez pont olyan, mint egy háború előtti felkészülés, felfegyverkezés. Úgy, ahogy mondjuk a II. Világháború előtt páncélosokat gyártottak, manapság fehérjéket, proteineket gyártanak, amelyeket baktériumok állítanak elő. És most, a jelenben óriási gyárakat építenek fel, és ami az egészben a legveszélyesebb, az igazgatói ezeknek a leendő gyáraknak, olyan emberek, akik vagy bűnöző körökből származnak, vagy maffia kapcsolatokkal rendelkező titkosszolgálati munkatársak. Minden állításomat tudom különböző hivatkozásokkal, forrásokkal bizonyítani és igazolni, hogy ezek az emberek valami egészen nagy dolgot terveznek. Azt akartam megkérdezni, hogy el tudná nekünk magyarázni, mert ezen a tévécsatornán mi már elég jó kiismerjük magunkat a tüskefehérjével kapcsolatban és az mRNA-s vakcinával kapcsolatban, de mik azok a baktérium proteinek, baktérium fehérjék? Igen, nos, azt legtöbben tudjuk, hogy a baktériumok meg tudnak minket betegíteni, sőt, akár halálosan is meg tudnak bennünket betegíteni. És mi az, ami igazán megbetegít bennünket? Nos, ezek proteinek, amelyeket baktériumok termelnek. Tehát ezek fehérjék, mérgek vagy toxinok, így is nevezik őket. És manapság ezeket a baktérium toxinokat mesterségesen elő lehet állítani. Évtizedek óta ismerjük ezeknek a genetikai kódját, különböző biofegyver kutatások alkalmával derítették ezt ki. És így lehetséges ezeknek az anyagoknak a tömeges gyártása. És manapság olyan üzemeket építenek, amelyek ezeket a baktérium mérgeket elő tudják mesterségesen állítani ezeket a proteineket, és bele tudják tenni élelmiszerbe. De a baktérium proteinek alapból nem rosszak. Vagy hogy kell érteni, akkor ezek mesterséges anyagok, vagy természetes anyagok?
Ezek abszolút természetes anyagok, de vannak közöttük olyanok, amelyek az emberi testet jelentősen károsítani tudják. Ezt ismerjük például a hasmenésről. Vannak olyan baktériumok, például amit Clostridiumnak hívnak, ez a jól ismert kórházi fertőzés, C-tifnek rövidítik, ez hasmenést okoz. Ezt az anyagot egyébként nagyon jól ismerjük például a botoxból. Ez egyszerűen idegméreg. De ez csak egy baktérium a sok közül, ugyanis az ember szervezetét károsító baktériumoknak a köre olyan óriási, hogy egyszerűen nincs értelme megnevezni néhányat közülük, mert rengetegen vannak. Ennél sokkal fontosabb az a tény, hogy azt lássuk, hogy rengeteg gyárat építenek, pontosan erre a célra, hogy biofegyvereket állítsanak elő. Ráadásul tömeges méretekben. És hogyha azt mondom, hogy tömeges méretekben, akkor arra gondolok, hogy emberek millióit, sőt milliárdjait meg tudnák, sőt valószínűleg meg is kellene, hogy mérgezzék ezekkel az eszközökkel. Tehát egy baktérium terror fog következni. És a tulajdonképpeni mérgeket manapság növényekben fogják előállítani. Ez azt jelenti, hogy különböző gyorsan növő növényfajokat genetikailag úgy megváltoztattak, elsősorban például a dohányféléket, a paradicsomot, de vannak saláták is, amelyek ezeket a baktérium proteineket állítják elő. Tehát léteznek, és hamarosan tömegesen létezni fognak olyan saláták, olyan paradicsomok, amelyek bennünket súlyosan meg fognak betegíteni.